A nagy közönséget megmozgató kiállítások mellett, mint például a Munkácsi vagy a Szinyei tárlat volt, a József András Múzeum szakmai kiállításokkal is színesíti palettáját. Legutóbb csütörtökön nyílt egy ilyen tárlat, amely a Sziklától a Kőbaltáig, az Erdőtől a Sivatagig címet kapta. A Marosvásárhelyről érkezett vándorkiállítás az ember klímaváltozásra gyakorolt hatását mutatja be egyetlen őskori eszköz történetén keresztül. Tudjuk azt, hogy a klímaváltozás nagyon sok embert megérint manapság, és mi a szakmánk területén, tehát az őskorba vezetjük vissza az embereket, hogy hol kezdődött tulajdonképpen, amikor a klímaváltozás elkezdődött, vagy elkezdte befolyásolni a mi életünket. A vándorkiállítás 2014-ben állt össze a most látható formájában, de hosszas kutató munka előzte meg. Néprajzi párhuzamokat is bemutat, hiszen ma is vannak olyan területek a Földön, ahol úgy élnek, mint elődeink az őskorban. Ebben a kiállításban sok múzeumnak az anyaga benne van, tehát a szombathelyi, a debreceni, akkor a kaposvári, a veszprémi, és a Magyar Nemzeti Múzeum anyaga is, és most itt Nyíregyházán természetesen a József András Múzeumnak a leletanyaga anyaga is látható, ami ugye kapcsolódik ehhez a témához. A szakemberek szerint a klímaváltozás egyidős a légkör kialakulásával, az már azonban vitatott, hogy a 20.-21. századi átalakulás természetes folyamat vagy az ember okozza ezt. A napjainkban a fennmaradást veszélyeztető folyamat kezdetét a 80-as évekre datálják, amely azóta is tart. Azóta Magyarországon mintegy 0,6 és 1,9 fokos átlaghőmérséklet emelkedés figyeltő meg. Vannak olyan területek a Földön azonban, igen elenyésző területek, ahol egy picikét csökkent az átlaghőmérséklet, de a Föld nagy részén általánosságban ez a 0,5 és akár 2,5 Celsius fok közötti hőmérséklet emelkedés figyelhető meg. A 2020. március 8-áig megtekinthető kiállítás ökológia szemlélettel mutatja be a látogatóknak azt a pillanatot, amikor hosszú története során az ember először befolyásolta jelentősen a környezetét, és ezzel elindított egy hosszú, talán már visszafordíthatatlan folyamatot.